Sziasztok, Janka vagyok. Régen kevéssé, most pedig sajnos már egyáltalán nem aktív szelészi körökben. Hogy mégis itt vagyok veletek most videón keresztül, az azért van, mert vasárnap megkeresett Áron azzal a kéréssel, hogy egy kis élménybeszámolós videót csináljak a Fülöp-szigeti kalandjainkról, mert karácsony után Klárival mi meglátogattuk őt és Gábor testvért a Fülöp-szigeteken. Úgyhogy most pár percben erről beszélnék. Amikor készültem a videóra, akkor így próbáltam átgondolni, hogy mit is emeljek ki a rengeteg élmény közül, és hát három jutott eszembe. Az első Márkó testvér, aki egy olasz szalézi testvér, és vele kicsit több időt töltöttünk együtt, mint a többi ott lévő szerzetese, és hogy nagyon-nagyon megfogott a lelkesedése és az életvidámsága, meg a nehézségekhez való hozzáállása, az, ahogy a gyerekekkel foglalkozik, és hogy a legnagyobb nyomorból jött gyerekeket is semmivel fel tudja vidítani, tehát úgy, hogy nem ad nekik semmit, hanem csak önmagát, ami majdnem több, mint bármi más, amit adhatna. Szóval, hogy ez a mentalitás nagyon-nagyon megfogott, és nagyon motivál engem is arra, hogy így teljesen odaadjam magam annak, amit épp csinálok. A második az egy kirándulás, amikor is elmentünk a távvulkánóhoz, ami egy ilyen vulkán a vulkánban, meg a vulkánban egy tó, szóval egy ilyen nagyon-nagyon szép, és ilyen Magyarországon nem igazán látható hát kép volt ez, vagy hogy így táj, és hogy ez ilyen nagyon egyedi élmény, ami abszolút az, ami eszembe jut így kb. Elsőnek a Fülöp-szigetekről. Plusz érdekesség ehhez kapcsolódóan az, hogy kb. Két hétre arra, hogy ott voltunk, ez a vulkán kitört, és hogy ez így még jobban megpecsételte azt, hogy ez meghatározó élmény a Fülöp-szigeteki kalandjainkból. És a harmadik, amit kiemelnék, az az, hogy elképesztő vendégszeretettel fogadtak minket, és hogy mindig, amikor visszagondolok arra az egy hétre, amit ott töltöttünk, akkor ilyen nagyon szívmelengető érzés az, hogy vártak minket, és hogy mindenben próbáltak a kedvünkre tenni, és nagyon örültek neki, hogy ott vagyunk, és hogy nagyon mások vagyunk, mégis nagy szeretettel fogadtak minket. És ennek egyik legmeghatározóbb jele az volt, hogy egy szalézi atya az ottani medencében úszni tanított minket, és ez nagyon-nagyon vicces, meg egyszerre szívmelengető érzés volt, vagy ilyen élmény volt. Tőle kaptam ezt a mögöttem lévő kis virágot is, és azóta itt törzöm az imasarkomban, hogy mindig eszembe jusson az, hogy mindenkihez szeretettel kell fordulnunk, és hogy szeretnünk kell azt, aki más, és hogy így be kell fogadnunk őket. Szóval, hogy nagyon-nagyon jó élmény volt minden, és hát most ezt a három dolgot emeltem volna ki. Sziasztok!